akkor az elején maximumra teszem, hogy aztán később kisebbre. Legyen meleg az olaj, de ne túl forró. Kicsit most kisebbre rakom, hogy csak dunszolódjon, hogy csak párolódjon. És szoktam ilyenkor egy kevés sót tenni, hogy az hamarabb, hogy összefonyasztjon. Néha megkevered. Próbáld meg mindent aljára. Kicsit vezetni. Kisebbre veszed, hogy csak dunszolódjon. Felvagdassam a kevédést. Szeletekre vágom. Fél inch talán? Körülbelül, ja. És akkor a szeletet ketté vágom. És akkor ilyen kisebb kockákra. Eléggé meg puhult, meg párolgatott. Maximumra teszem. És megint egy kicsit felmelegítem. Megpirítod a húst, megbarnítod. Amennyit kényelmesen elfér. Elég olaj benne, lehet utána önteni, csak azt egy picit megint megvárni, hogy fölmelegedjen, mert ha nem, akkor nem pirul meg a hús, hanem csak levet terem, vizet és levet terem. Visszarakom a hagymát. Aztán majd azt lejjebb ki a gyönyét. Hatja. Ez is half. Most teszek bele egy kevés nem tudom. Csemege. Először csemegét, hogy megadja az ízét, és aztán lehet utána ízlés szerint csípős.
a másik oldalára. Uh-huh. Ez is half. De lehet egy is. Egyevő kanál. Uh-huh. Most először, aztán utána megint ízlés szerint. Jó, most ezt hagyom. Nem öntök rá még vizet. A ötösre raktam olyan közepes hőmérsékleten. Hagyom, hogy egy kicsit a levében párolódjon. Egy kicsit fog levet ereszteni, és aztán majd utána teszek bele vizet. Nem teszek bele egyből vizet, mert akkor csak úgy megfő és olyan főtt hús íze van. Nézd meg, milyen szép sok levet enged. Ehhez semmi vizet nem tettem még. A saját levében főtt. És jó sűrű, úgyhogy most ehhez lehet önteni vizet. Megnézem, hogy nem akarom túl hígra sem, meg fokozatosan majd ellepje. Kettő is fél. Teszek bele egy kis zöld borsot. One teaspoon, vagy half teaspoon. Körülbelül egy óra múlva, miután föltetted mindent főni, és puha. Uh-huh. Úgyhogy most beteszem a... mielőtt beteszem a sárgarépát, teszek bele még ilyen gulyáskrémet. Két evőkanál. Belerakom a répát. Most megkóstolom megint. Jó, de még sónak, vagy miért? Uh-huh. Meg íznek. Sónak is. Ja. Milyen az íze? Honnan tudod, hogy mikor jó? Olyan... Most olyan zöldségleves íze van. Okay. Olyan. De a jellegzetes, de hát természetesen még ennek össze kell főni, úgyhogy most öntöttem rá friss vizet. Mikor beletettük a sárgarépát, akkor tettünk bele ilyet is még, de most megkóstoltam, és még bele fogom tenni a teljesen ezt a... tehát a 2,5 kiló húshoz egy ilyet belerakok. Köszi. És még lehet, hogy egy kis sót is teszek bele, egy 10 pónyit. Oké. És most megnézem, hogy mennyire főtt meg a hús és a répa. Ha mind a kettő megfőtt, akkor belerakom a krumplit. És az íze is kellemes. Viszont teszek bele majd csípőset, mert most semmi csípős nincs benne. A répa már majdnem jó, de még egy picit olyan ropogos, úgyhogy belerakom most a, majd a krumplit. Most a fehér réplát. Most teszek bele ilyen csípőset. Mm-hmm.
És majd meg kell nézni a sorságát később, mert a krumpli magával veszik tőle, hogyha már majd elkezd. Most van, de fog változni az íze, mert a krumpli elkezdett. Nem érzem a csípősséget. A fél óra múlva megnézem, és amikor már a krumpli is megfőtt, akkor ízesítem végleg, hogy jó legyen, és a legvégén teszem bele a tésztát, hogy az följön, és akkor utána már. Oké. Okay. Két órája fő. Megnézem, hogy a krumpli hogy... Félig már. Ha félig kész van, akkor krumpli már jó. Akkor belerakhatod a tésztát. Érzem a csípőség, nem túl csípős, pont jó. És ebből egyéb lehet, ha valaki kér tálalásnál, lehet belerakni. Melyik a csípős? Egészből egy ennyi. A tésztával most már mondom, többször kevergetem, gyakrabban. Amikor már úgy nem nyers a tészta, de nem is, nincs is, tehát olyan félkész, akkor le is lehet kapcsolni a tűzhelyet, és megtakad magától a... De... Lehet várni, ami teljesen megfőd a tészta. Fél kap... Egyharmad kapott. Egyharmad kapott, meghagytam. Beleöntöttem, mert túl sűrű az. Elkezdett rotyogni. És most már leveszem, lekapcsolom. Sőt, le is veszem a tűzről, hogy csak így hidegen dagadjon. Ne följön. És adtál hozzá meg valami ízesítést? Igen, egy nagyon kevés csemege, nem a csípős, a csemege. Nem tiszta, nem sót akartam belerakni, hanem a ízét, mert ez is sós. Okay. Szóval só helyett inkább ilyen. Igen. Okay. Egy olyan, persze kisebb adaggal, gyorsabb, ja, de azért két-két és fél óra kell.